Szarvas pörkölt sertés csülökkel egy kis vörösborral megbolondítva rotyog a Bográcsban. Az elmúlt hétvégén sokan látogattak el Kalocsára, ugyanis immáron 31. alkalommal rendezték meg a Csíplek Kalocsa elnevezésű paprika és gasztrofesztivált, ahol természetesen ezúttal sem maradt el a főzőverseny, aminek egy feltétele volt, mégpedig, hogy kalocsai fűszerpaprikával készüljenek az ételek. Ez több mint két és fél órája föl. Hát a titka az, hogy ugye kell egy füstölt szalonna ágyat neki adni, kilónként legalább egy 13 deka vöröshagymát, és akkor meg beleadni a szakács szívét, lelkét. Egy marha pofa pörköltet főzünk, ez a marhának a belső pofa húsából és a külső bőrös részéből áll. Az ételeket háromtagú zsűri értékelte, melynek elnöke Kelemen Endre Venezdíjas mesterszakács volt. Ő elmondta, hogy számos szempontnak kellett megfelelniük a versenyzőknek. Ilyen volt többek között a tálalás módja, hiszen fontos, hogy étvágygerjesztő fogás kerüljön az asztalra. Utána jön a húsok darabolásának a módja, a húsok fővésének a technológiája, elég puha, megfőtt, nem főtt, a szaftja, és utána az egészet összevetve az ízhatások. A fesztivál szervezői idén is gazdag, színes programkínálattal várták az érdeklődőket Kalocsára. Zsikó Zoltán elmondta, hogy a rendezvény napjainkra már országos szintűvé nőtte ki magát. Hát a ma estének az egyik fő szenzációja az a Edda műveknek a nagy koncertje. Fel fog előttük egyébként lépni a Don't Stop the Queen együttes, és szuper DJ-k fogják még szórakoztatni a közönséget a mai napon. Itt a sétányon láthatóak mögöttem a vendéglátósátrak, több mint 10 vendéglátó étkeit lehet megkóstolni, és közel 25 kézműves standot állítottunk ki, akik tényleg kézműves termékekkel készültek. Továbbá a főbejárat mellett a gyerekek a Vidámpark adta lehetőségeket élvezhették.